Sziasztok, itt vezetem minden a Nyugatiból. Mióta újra megnyitották a csarnokot, most vagyok itt először. Úgy szétnézek, ami mindenképpen pozitívum, hogy a kijelzőket kicserélték. Ezekre a jobb ilyen színes LCD-kre. Hát most mennek rajta a hirdetések egyenre, de ugye a vonatokat fogja írni, és ugye mutatom a nagy eredményjelzőt. És a nagy eredményjelzőnek is ki lehet cserélni ugyanolyanra, mint a keletibe. Van. Sokkal átláthatóbb egyébként, könnyebb frissíteni, és bár már korábban is ledes volt, de ez így jobban néz ki, mert könnyebben olvasható. Látjátok, a csarnok teteje is meg lett csinálva, nem életileg már esőbe se ázik be, mint régen. Ennyi, és akkor majd még megnézem ott elől, hogy mi a helyzet. Ott a West End alatti részen, hogy ott mit csináltak. Akkor meg az aluljárót is lehet, hogy megnézem, hogy ott történt valami változás. Ami még feltűnt, csak most ilyen nappal szemben vagyok, hogy innen a bódékat eltüntették, tehát itt volt egy büfé, meg errefele is volt több is. A Pizza King, aztán dohánybolt is volt, meg többi, hát aztán tudom, azok úgy látom, hogy mindent eltüntettek. Remélhetőleg azért vissza fognak költözni, legalább egy-kettő, mert arra azért nagy pályaudvaron szükség van. Látjátok, a peron az újra lett aszfaltozva. Ugye aszfaltos lett, mint a keleti ez azért. Nekem ez jobban tetszik, mint a viakolodos. Ugye az egyen viakolod. Viszont nagy negatívum, hogy a hangos bemondást lecserélték Mátyus Katila. Most így a csarnokban nagyon visszhangzik, meg alig lehet érteni, itt van, de ez a Lábai Balázs hangjával sokkal jobb lett volna. De nyilván a hangosítást is fejlesztették, tehát a hangtechnika is javult, ugyanúgy, mint annak a keletibe, de Mátyus Kati nagyon nem idevaló, mert nagyon visszhangzik, és alig lehet érteni. És itt még most ráadásul nincs is nagy zaj a pályaudvaron, mert hogyha éppen azért a vonatot tolnak be, vagy akár dízelmozdony indul, akkor ez még nagyobb az alapzaj. És hát a lábainak sokkal mélyebb hangja volt, az ilyen a csarnokban legalábbis biztosan jobban érthető volt. Tehát, hogy ugye minden nem lehet tökéletes, azért a Lábai Balázs hangját meghagyhatták volna. Ezen a környéken semmi nem változott. Még a pedalokat sem aszfaltozták újra, ahogy látom. Ott lett egy digitális kijelző, ami eddig nem volt a 10. vágányon, itt viszont még a régi kijelzőket is meghagyták. Hát itt nem lett lecserélve. Kiváltam egy dupla föltár bent, és arra fel egy két cili, hát ennyi. Ja, meg jön be egy USG, az a misei. Ráadásul ott még lehet, hogy dolgoznak azon a részen. Na, jön be a misei. Ez pedig ilyen megy zugló fele. Zónázó. Én azért arra fel elnézek. És ezt nézzétek, kint van a mobil egy kiadó busz is. De viszont tényleg semmi nem változott. Nézzétek, megmaradt a régi eredményjelző, viszont tettek fel ide egy újat is. Itt sincsen változása. Egy kiadó automaták megvannak, viszont azt, de néhányat laktak fel újabbakat is, meg nem ezeken már módosított szoftver fut. Csak itt van a pályaudvarnak ez a része, hogy a csarnok volt lezárva, és ott volt egy szintbeli átjáró, ideiglenes. Itt van a Málta, itt a Lax is. Hát nagyon más itt nincsen. Hát akkor ennyi lett volna, ez a nyugati bemutató kis mini videó. Mindjárt indul az a kis, hozzá elmegyek haza. És akkor köszönjük, ezt is megnéztétek. Sziasztok!